A nagyszabású jászapáti rendezvény vasárnap is folytatódott a hagyományos hintós felvonulás után, változatos színpadi programok várták a randevúzni vágyókat. A jászsági randevú második napjának összefoglalója következik. A reggeli órákban a hagyományoknak megfelelően megérkeztek a fogatok a városháza elé. Az önjelölt utasokkal elindult a látványos menet a sportpálya felé, oda, ahol 44 évvel ezelőtt Mihály Béla megszervezte az első jászsági randevút. A rendezvényre érkező lovasokat egyesével szólította Ballagó Edit a színpad elé, hogy köszöntsék a vendégeket, illetve hogy bemutathassák lovaikat. Ő egy vadcsikós, aki vágtában érkezik Szöcske nevű lovával, és köszönti önöket. Köszönöm szépen. A lovakat a hintós fogatok bevonulása követte. Szép lakmajális kisbéri kancával és Gyagya nevezetű Tinker kancájával hajtott be a nézőtér elé. Köszönjük szépen. A nagy színpadot vasárnap első ízben a vidám gyermekdalokat játszó Alma együttes uralta, a gyermekek nagy-nagy örömére. Előveszem cifranyelű kis picskámat, levágok egy puha bélű bodzágat, megfaragom nótás kedvű tilinkónak, hogyha kell, hát kölcsön adom a rigónak, hogyha kell, hát kölcsön adom a rigónak. És egy kis furulja, hölgyeim és uraim! A táncos zenés délelőttön az apró mulatozók láthatóan igen jól szórakoztak. Az együttes igyekezett műsorelemeit mókás megjegyzésekkel tűzdelni, mely a szülők nevető izmait is alaposan megtornáztatta. Bugyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. A délelőtti sikernek Golyszáni Ádám Szilvia is nagyon örült, aki már 6. éve felel azért, hogy a hagyományőrző rendezvényen mindenki jól érezze magát. Ennek a rendezvénynek hagyománya van itt Jászapátin. Régen hintóval hozták be a művészeket, a híres művészeket, akit Mihály Béla bácsi Budapestről leszervezett ide. Próbáljuk ezt a hagyományt követni. A mai napnak része volt a hintós lovas felvonulás. Próbálunk nagy művészeket, zenekarokat meghívni. Most is épp az Alma együttes koncertezik a gyerekek örömére a színpadon. A gyermekzenekar minden számát élvezték a lurkók, stábunk közönségkutatást tartott, melyik zeneszám volt mégis a legnépszerűbb. Melyik volt a kedvenc számod? A Kumba. Bugyó és Babóca. Kicsik és durvák. És neked? Ugyanaz. A délelőtt folytatásában ugyancsak a csemeték szórakoztatása volt főszerepben. Jancsi Bohóc mindent elkövetett, hogy közönsége felhőtlenül mulasson. Így kell, Bius, most akkor te csinálod, mert te hát hőgyösebb leszel. Na hát, csak a nőkbe lehet bízni. Fogd meg, Biuskám, parancsolj! Nem hiszem el, hogy boszorkány vagy te is! Miért? Hát kitekerik a horázspálcámra a nyakát! A pirosorú művész mutatványaihoz segítőket is kért. Akadtak is szép számban jelentkezők, a sok nevetéstől pedig megéhezett a közönség, de szerencsére volt mit enni a jászsági randevún. Déli 12 óra jó ebédhez szól a nóta, ahogyan az mellettem is látható, az asztalok megteltek jó ízűen falatozó vendégekkel. Mi is hamarosan megkóstoljuk, hogy mi a menü, de előtte megkérdezzük a társaságot, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a finom étel elkészüljön, hogy mi lesz a mai menü. A mai menü babgulyás és marha pörkölt tarhonyával, savanyúsággal. Azon kívül még igény esetén sertésflekken lesz petrezselymes burgonyával, és roston csirkemell lesz petrezselymes burgonyával, savanyúsággal. Nagyon sok visszajelzést hallottunk, hogy nagyon finom az étel. Mi lehet ennek a titka? Nagyon örülök neki, hogyha ez a visszajelzés jött. Szívünk, lelkünk benne van. Nagyon finom, marha pörköltet kértünk tarhonyával, ez a legjobb összeállítás, amit el lehet képzelni. A savanyú borka külön fölviszi az ízét és kiemeli. Van benne még húsi, csak azokat nem eszem, és a leve is jó csípős. De azért finom?
Nagyon. A finom ízekhez Rácz Aladár és népi zenekara muzsikált. A szabadtéri rendezvények hátulütője, hogy nem mindig az elképzeltnek megfelelően alakul az időjárás. Hát egy picit most ránk ijesztett az eső, nem is az eső, hanem inkább a vihar, de úgy néz ki, hogy elvonul és tudjuk folytatni az eseményt. Egy fellépő csapat most kimarad, de majd bepótolják máskor. Ahogy szokták mondani, a randevú nem múlik el eső nélkül. Kérdőjeles, hogy vajon az Intim Torna Illegál együttes rajongói viharban is otthon maradtak-e volna? Szerintünk még akkor sem. Köszönöm szépen, jól vagyok, a tenyeremen oldom a holnapot. Ellovom, amilyen messze csak lehet, küldök majd képeket. A fiatal rockzenekar valamennyi számát a nagy érdemű kívülről fújta. A randevú zárásaként az Érzés együttestől dübörgött a kis színpad, melynek frontembere a jászapáti Bánfi Ferenc Bobó. Az Edda művek első három lemezének dalait idézte fel, és ezzel együtt igyekezett visszaadni az Edda érzést a rock nosztalgiára éhes nagy érdeműnek. És a jászapáti közönségnek zenélni? Hát itt Jászapátin még az előző zenekarommal is mindig olyan volt, hogy ide kijönnek az ismerősök, a barátok. Hát nekem ez a csúcspont. Jászberényben is ugyanez van, hisz már a Jászságban is nagyon sok barátunk van, de hál' Istennek a zenekarral megyünk mindenfelé, és egyre többen kísérnek el. Ez mindig a csúcspont. Az Érzés együttes műsorával a 44. jászsági randevú véget ért. Ebben a két napban újra sikerült a sok évtizedes hagyományokat feleleveníteni, a környező és helyi látogatókat, korosztályoktól függetlenül megtáncoltatni, elszórakoztatni és sportra ösztönözni. Jövőre hasonló színvonalú fellépőkkel és programokkal várják a randevúzni vágyókat.